Üdvözöllek az utolsó részében a szűrő sorozatomnak. Ez egy nagyon fontos rész, és nagyon sokan nem foglalkoznak vele. És ezt úgy mondom, hogy nagyon sok embernél látom ezt a hibát véteni. Kérlek, tanulj azokból a hibákból, és te ne essél bele. Szóval, a helyzet a következő. Ha nézed ezt a videót, akkor ezt először is köszönöm szépen, és szia! Másodsoron pedig feltehetőleg van egy király kamerád, néhány objektíved, lehet, hogy ajándékba kaptad, lehet, hogy szétdolgoztad az agyat, hogy megvedd ezeket a drága eszközöket, és remélem, hogy nem is kell arról beszélni, hogy mennyire fontos, hogy védjük őket. És nem csak arról beszélek, hogy legyen egy jó minőségű hátizsákod, amiről amúgy van egy külön review-m, a kedvenc hátizsákomról be fogom linkelni a videó végén, meg a leírásban is ott van tudod a like-on balatt, amit amúgy benyomhatnál, hogyha tetszeni fog ez a videó, vagy akár most is. Oké, hol tartottam? Ja igen. Hogyan tudjuk protektálni az eszközeinket? Nem csak a hátizsákunkban, de amikor használjuk őket. És amikor objektívről van szó, az első üvegrész a legtörékenyebb. Szerencsére egy nagyon egyszerű megoldás van, egy protektív szűrő filter használata, és erről szól a mai videó. Átbeszéljük, hogy miért nagyon fontos és az egyik legjobb befektetés, amit tehetsz, ugyanúgy, hogy megmutatom, hogy én konkrétan milyen kitet használok. Nézd meg az egész videót, kezdjük el, de először intro. Csapjunk is egyből a közepébe, meg is mutatom, hogy én hogyan védem az objektíveimet. És ha már objektívek, szerintem elég királyparkon van, van a legendás Sony 2470-es GM, egy Samyang 50-esem, Sony 24 GM, és egy Tamron 1725-ösöm. És nagyon szeretem a szűrőket, mert így tudom a legtöbbet kihozni az eszközeimből, fogok berakni egy linket a videó végén a kedvenc filtereimről, de most beszéljünk arról az esetekről, amikor nincs szükségünk szűrőkre. Illetve van, és pont itt jönnek be a protektív filterek a képbe, ami azt a nyugodtságot hozzák, hogy nem fogjuk összekarcolni, vagy nem lesz koszos a objektívünknek az eleje. Ezen felül pedig úgy érzem, hogy könnyebb is tisztítani őket. Ahogy ígértem, megmutatom, hogy melyik az én filter protektor kitem. Ez a Nissi-től van, ez a gyártónak a neve, és szerintem nagyon-nagyon jó biztonságot adnak, akár leesés ellen, vagy karcok ellen, és amúgy egy ilyen vízálló kis bevonat van körülötte. Amit mindenféleképpen meg kell nézned egy ilyen filterben, és a Nissi is ilyen, hogy nagyon jó minőségű, akár ilyen nano üvegből legyen, mind a két oldalon, és legyen minél vékonyabb, például a Nissi az 3,5 mm, ami akár még széles látószögű objektíveken is király, és nem lesz semmilyen vinnyettálás. A másik nagyon fontos része az pont az, hogy ne zavarjon. Azt értem ez alatt, hogy ne legyen semmilyen hatással a képre. A Nissinek a Pro Nano HUC protektor filterei 99,3%-át átengedik a fénynek, ami igazából azt jelenti, hogy pontosan ugyanazt a végeredményt kapod, mintha nem is használnál egy szűrőt. De, hogyha használod, akkor ugye nyugodt lehetsz, hogy nem esik baja az elejének. Főleg, hogyha összehasonlítjuk, hogy mennyibe kerül egy objektívet megcsináltatni, vagy újat venni, vagy csak lecserélni mondjuk az elején lévő szűrőt. Úgyhogy tegyél magadnak és a kamerádnak, objektíveidnek egy szívességet, és vegyél néhány ilyen szűrőt. Megköszönheted később. Vagy akár most is azzal, hogy lájkod ezt a videót, és elmondod a komment szekcióba, hogy te milyen filtereket, szűrőket használsz. Ha pedig nem láttad a másik szűrőkről szóló részeket, egy ND-filterről, mist-filterről, amikben jó kis bírólok vannak, akkor ide kattintva megnézheted azokat. Illetve megígértem, hogy a kedvenc hátizsákomról is fogok beszélni, tehát igazából erről is van egy külön review, ez a Peter McKinnon Backpack. Ha érdekel, hogy mik vannak benne, hogy használom és jó-e neked, akkor kattints ide. Lájkolj, kommentelj, iratkozz fel és a csengőt is nyomd be, ha még nem tetted volna meg. Rengeteg tartalmam jön, és ahogy van is, például ezek, amikre ide kattinthatsz. Köszönöm, hogy itt voltál, remélem itt találkozunk. Szia, sziasztok!